Na, szevasztok srácok, elérkezett a következő napi vlog, ami az utolsó vlog, amit itthon töltök, mivel holnap, azaz hétfőn utazok le Balatonfüredre, de ma még viszont lesz egy jó kis program, mert nem sokára megyünk a Lupa tóhoz, a Lupa strandra. Még sose voltam ott, nem is nagyon hallottam róla, szóval nagyon kíváncsi vagyok. Állítólag egy nagyon jó strand, homokpartja van, és kristálytiszta víz, szóval amiket eddig olvastam meg, hallottam meg, láttam róla videót, azok mind pozitívak voltak, szóval nem sokára indulunk, de mielőtt megyünk, még van egy dolog, amit ti nem tudtok, és az az, hogy voltam fodrásznál, és most egy ilyen kis nyárias hajam lett. Írjátok le kommentbe, hogy szerintetek milyen ez a hajacska, mert az előző, tudjátok, az hosszú volt, hátra volt fésülve, stb. Ez most ilyen kis tüsi. Amikor először beletúrtam ebbe a hajba, azután már körülbelül egy-másfél évig volt nekem az a hosszú, hátra fésült hajam, és mikor ebbe először beletúrtam, akkor az utcán felkiáltottam, hogy úristen, mivel ez nekem elég nagy változás, nem is tudom, hogy tudtam magamat erre rávenni, hogy ilyenre vágassam a hajamat, de most már ilyen, és amúgy tökre tetszik, szerintem jó. Majd ti is írjátok le kommentbe. Aztán most viszont megyek át, mert a Betszékkel megyünk, indulok hozzájuk, és onnan pedig megyünk a Lupatóra. A gyerekek, így vagyunk a Lupa strandon, már voltunk fürdeni, itt mellettem éppen kézilabda, ilyen strand kézilabda folyik, mögöttem pedig ott a tó. Tök komoly, van ilyen trambulinos részlege, ahol lehet ugrálni, meg mindenfélét lehet csinálni, és még van ilyen wakeboard is, és egy kis gyerek engem bámul, nem mindegy. Van foci, kézilabda, itt pedig a Biotekusának van ilyen strand, ilyen nyitott strandi edzőterme, ami szintén nagyon komoly. Az idő az nagyon jó, csak kicsit fúj a szél, ami annyira nem tetszik, de a víz az jó, de nagyon mély. Az a baj, hogy nagyon mély, szóval elég gyorsan mélyül a víz. Így bemész, kinyújtod a kezed, és már 120 centis tábla ott van előtted. Egy darabig még itt leszünk, amúgy azt nem mondtam, hogy a prémium parton vagyunk, ami nem tudom pontosan mit akar, annyitól, hogy sokkal drágább, mint a sima. És még egy darabig itt vagyunk, fürdünk, vannak tök jó stégek benne a vízben, jó mély, jó messze, és onnan ugráltunk eddig, Betszel. És van ez, amit az előbb egy részletet láthattatok, ez a pir, mi ez, ez a zöld, meg sárga, ilyen kis ilyen trambulinos, ugrálós, ilyen vízi játszó park, ami tök komoly, lehet, hogy oda is megyünk, csak az a baj, hogy nincsen nálam a GoPro, mert a Tomiéknál van, és így vízi felvételekre sajnos nem számíthatok, de mindent, amit tudok, megpróbálok megmutatni.
arról a stégről ugráltunk. Na srácok, hazaértem. Kicsit leégett a vállam meg a mellem, de nem olyan vészes, szóval nincs baj. A jövő hetet végigvloggolom, szóval most elköszönök, mert meg a kamerát is be kell tennem, meg az állványt, SD kártya, stb. Töltő, mindenfélét, szóval én most pakolok. Nagyon várom, jön a Viola is, szóval nagyon jó lesz, jól fogjuk magunkat érezni majd szerintem. Amúgy még a mai napról nagyon jó volt ez a lupató, nekem nagyon tetszett. Ez egy bányató, és ebből csináltak egy strandot. Van a sima része, ott mi nem voltunk, van a prémium, ott voltunk, ott drágább is a jegy, és ahol mi voltunk, ott a túloldalt volt wakeboardpálya. Azt szívesen kipróbáltam volna, csak elég sokan voltak, de amúgy nekem mind is nagyon tetszett. Egy baj volt vele, pontosabban kettő. Az első, hogy nagyon korán mélyült a víz, szóval bementél, térdig ért, léptél egyet, utána meg már nyakig. A második pedig az, hogy a kaják rohadt drágák voltak. És ezért ott nem is ne ettünk. 2000 forint volt egy lángos, annyit meg azért én nem szívesen adtam volna ki, annyira nem voltam éhes, de vittünk kaját. Szóval nagyon jó volt, örülök, hogy mentem, de akkor holnap utazunk. És hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy lájkot és egy feliratkozást. Hamarosan találkozunk, pontosabban egy hét múlva. Én Szabi voltam, szevasztok!